időnként így kitör belőlem a történelem tanár, de muszáj. Mert ha már eleve ez a témánk, akkor olyan jó lenne, hogyha évszázados tabukat, mindenképpen sok évtizedes tabukat le tudnánk dönteni, hogy legalább azt tudjuk, hogy miről gondolkodunk egyáltalán. Zseniális volt az a mondat, amit te most idéztél. 200 évvel a francia forradalom után György Attila fölkiált, hogy akasszátok fel a liberálisokat. Ugyanis ebben a mondatban minden benne van, mint szellemi nyomorúság. Amiről már az előbb is akartam beszélni. Drága barátaim, évtizedek óta sok-sok pici, tudnivágyó új generációnak megtanítják itt a nyugati civilizációban, hogy ami egész életünk gyönyörűségének kezdő pontja, alfája és omegája a nagy francia forradalom. Sok-sok generáció felnőtt már, ha egyáltalán érdekli ez az egész, aki ha semmi más, de annyit tud, hogy a jakobinusok azok marha klassz srácok voltak. Na most, hogy egy klasszikust idézzek, egy lószart mama. A világtörténelem első frankó tömeggyilkosairól beszélünk. És az, hogy mi a jakobinusokról ezt tanuljuk évtizedek óta, az nem más, mint a marxista történelem szemlélet, máig velünk élő borzalma. Ránk hagyományozták a derék kommunista francia történészek, és természetesen mi itt idehaza átvettük, és a mai napig ezt gondoljuk. Miközben véreim a jakobinusokról azért írtak ám jókat is, meg igazat is. Ha valakinek van sok ideje, meg kedve, kerítse elő Egon Friedel műveit, egyébként egy osztrák-bécsi zsidó volt, a világ legnagyszerűbb gondolkodóinak és kultúrhistórikusainak egyike, aki ráadásul még azt az eleganciát is el tudta követni, hogy amikor az Anschluss után értement az SS, mert hogy zsidó volt, akkor fölvette a legszebb ünneplő ruháját, megvárta, míg bekopognak, majd bécsi lakásának harmadik emeletéről úgy lépett ki az ablakon, hogy még a kis fekete esernyője is a karján volt. Zseniális fickó. Minden zsidó ilyen lenne, akkor nem is lenne miről beszélni. Ez az Egon Friedel nem kicsi tanulmányokat szentel műveiben, például a francia forradalomban, és ezen belül a jakobinusokban. És ő írja le azokat a halhatatlan sorokat, például, ugye, hogy is jellemzi? Szerintem te olvastad. Én följegyeztem, hogy elolvassam. A fejezet címnek azt mondja Maráról, Dantonról és Robespierre-ről elméletelik. Következő jelzőket használja. Mará a pince farkán. Danton a buldog fejű és Robespierre a középiskolai tanár. És leírja Maráról azt a mondatot, ami csodálatos. És az egyetlen igaz mondat. Azt írja Maráról, hogy vérbajos volt, elmebeteg, és a francia közállapotokban, miután eldugult a csatorna rendszer, lehetősége nyílt, hogy felszínre kerüljön. Mosdatlan volt és büdös. Mindenkit gyűlölt, aki fürdött. Ezeket írja már. Ezek voltak a jakobinusok. És ne tévedjünk, a jakobinusok voltak azok, akik a saját népüket vándénál a francia parasztot egy vidám autodafé keretében tömegesen lemészároltak. Nem véletlen, hogy a bolsevikok egyetlen történelmi előképe az a jakobinus diktatúra. A jakobinusok találták ki ezeket a csodálatos fogalmakat, ezeket a ilyen paradoxonokat, tehát még emlékeznek az általános iskolából, ugye, hogy is tanították nekünk? Mit mondott Robespierre? Következik a szabadság zsarnoksága. A mentem beszarok. Rögtön utána jöttek a bolsevikok, és mondták, hogy a proletáriátus demokratikus diktatúrája. Hát csupa elmebeteg, és mi még mindig ezen fogalomkörben gondolkodunk, és derék liberálisok György Attilát elolvasván felsikoltanak, hogy 200 évvel a nagy francia forradalom után.
Hát minden egyes jakobinust ott helyben föl kellett volna köpni. Csak sajna bajna húzódott az ügy, és meg kellett várni, míg egymást lefejezik. De ez mind tabu a mai napig. És még csak fogalmi készletünk sincs arra, hogy beszéljünk ezekről. Na, többet nem több.